Jó estét kívánok! Ez itt a Kaleidoszkóp, az Ózdi Városi Televízió kulturális magazinja. A mai adásban betekintést nyerhetnek abba, hogy hogyan zajlik az élet egy festőtáborban, ugyanis vendégem Turiné Orosz Margit az Ózdi Képzőművészeti Egyesület elnöke lesz. És még milyen témákkal várom Önöket? Azonnal kiderül. Kavicsok a vásznon, mint egy-egy kép alkotó elemei. Sajó Németi mutatkozott be a könyvtár programsorozatán. Hogyan készül egy festmény, milyen az élet a festőtáborban? Sok érdekes tárlat nyílt már a városi könyvtárban. A látogatók időről időre olyan technikákkal ismerkedhetnek meg, amelyek újdonságként hatnak a szemlélőnek. Barta Beatrix kavicsok felhasználásával készít képeket, amelyek egyáltalán nem úgy néznek ki, mint ahogy azt elsőre elgondolnánk. Életképek, emlékek, vágyak és érzések. Ezek köszönnek vissza a kavicsos festett képeken az alkotó szerint. Barta Beatrix kiállítása nyílt meg nemrég a Városi Könyvtár előterében, amely már eddig is számos különleges tárlatnak, munkának adott otthont. Az alkotó egy merőben új irányzat képviselője. Ez a vonzalma meglehetősen új keletű. Két évvel ezelőtt találtam rá erre a dologra. Egy barátnőmet készültem meglepni saját készítésű ajándékkal, és akkor, amíg ezt kutatva az interneten, találtam rá a kavicsművészetre, úgyhogy végül is innen kezdődött ennek a vonzalma. Korábban is foglalkoztál esetleg ilyen kézműves technikákkal, vagy ez volt az első, amikor így belemélyedtél a kézműveskedésbe? Hát gyerekkoromban festettem, rajzoltam, utána teljesen más irányba mentem, úgyhogy végül is 2 éve az, ami ismét ecsetet fogtam a kezembe, és elkezdődött ez az utazás. Hogyan készül el egy mű, mi ad egyáltalán isletet? Itt elég sok tenger-víz tematikájú kép van kirakva. Ez a fő irányvonal? A képeknek a témáját végül is, tehát az emlékek, az érzések, ezek határozzák meg, vagy ránézek egy képre is, megtetszik, és azt próbálom kavicsképek formájában megvalósítani. Tehát végül is a saját irányvonalamat követve az emlékeket, vágyakat, ilyen dolgokat. Hogyan alakul a folyamat? Itt lehet látni, hogy a kavicsok 3D-ben ugye kiemelkednek a vászonról. Hogyan fogsz neki, mi az a folyamat, amit végigjársz? Hát változó van, hogy már tudom, hogy mit szeretnék, tehát mondjuk éjszaka felébredek, és kipattan az ötlet, hogy mi lesz a kép témája. Van, hogy a kavics formája adja meg, ugye én ezeket nem alakítom, hanem ahogy találom, ahogy a természet formálja őket, és ennek függvényében összeillesztem, és így alakulnak ki a képek. Mennyire elterjedt egyébként ez a technika? Ugye említetted, hogy az interneten találtál rá. Sokan foglalkoznak egyébként vele, vagy itt nálunk ez még egy viszonylag új keletű dolog? Tudomásom szerint még eléggé új keletű, van már egy-kettő, akik olyan eléggé híresebb művészek, viszont az ő képei kicsit más stílusúak. Én a festészetet próbáltam ötvözni a kavicsművészettel, így a saját irányvonalamat kialakítva. A kiállítást Janicsak Dávid nyitotta meg, aki egyben a főnöke is az alkotónak, hiszen Beatrix a polgármesteri hivatalban dolgozik. A polgármester volt az egyik, aki ösztönözte a hölgyet, hogy mutassa meg, mivel foglalkozik szabad idejében. Az eseményt az Ómi Zenés Színház tagjai, Mészáros Varga Judit, Rási Zorka és Berki Alex produkciója színesítette. Thank you.
A képeken szinte állandó elemként köszön vissza a természet, a kavicsokkal pedig bármit lehet ábrázolni. Nagyon gyönyörű, nem láttam még ilyen szépet, és nem is gondoltam, hogy ilyen lesz a kiállítás, hogy a festmény is nagyon sokat mutat belőle, meg a kavics is olyan kifejező. Például ezen a képen nekem annyira tetszik, hogy a mama fogja a gyerekét, olyan aranyos, nagyon szép. Nekem nagyon tetszik. Lenyűgöző, hogy a közösségünkben vannak olyan emberek, akik ilyen tehetséggel vannak megáldva. Örülünk neki és támogatjuk, hogy hasonlókat alkosson meg. Sajó Németi mutatkozott be értékeivel a Városi Könyvtárban. A kitekintő vagy ablak a térségre elnevezésű rendezvénysorozat célja, hogy lehetőséget biztosítson a kis települések számára, hogy szélesebb körben is megismertessék a helyi sajátosságokat. A program nagy sikert aratott, hiszen szinte egy szabad hely sem maradt a közel egy órás bemutató során. Sajó Németi a Sajó és a Hangmony völgy találkozásánál helyezkedik el. Zsákfalu népessége a 2015-ös adatok alapján 517 fő. Már a honfoglalást megelőzően is lakott hely volt. A hagyomány szerint itt kelt át a seregek egy része a folyón, első okleveles említése 1219-ből maradt fenn. A települést ma is olyanok lakják, akik büszkék származásukra, és előszeretettel készítenek különböző képzőművészeti alkotásokat. Van a községünkben egy pár főleg idős ember, akik évek óta nagyon szép kézi munkákat készítenek, és mindenképpen szerettem volna, hogyha ezek a kézi munkák, illetve ezek a fényképek, amik a község nevezetességeit mutatják be, kerülnek itt a nyilvánosságra, hogy lássák, hogy attól, hogy kis község vagyunk, de vannak nagyon ügyeskező emberek is nálunk. Mennyire könnyű bevonni a sajó németieket ezekbe a közösségkovácsoló, vagy szép dolgokat alkotó megmozdulásokba? Hát az az igazság, hogy nagyon kedvesek voltak az emberek, bárkinek szóltam, azonnal segítséget nyújtottak számomra, felajánlották a képeket, a kézimunkát, süteményeket sütöttek, a gyerekek első szóra jöttek a verses produkcióra, első próbára nagyon szépen tudták mondani a verseket, tehát igazából mindenki részéről maximális támogatást élveztem. Ugye a kitekintő egy bemutatkozási lehetőség a környék kis településeinek. Mit gondol magáról a kezdeményezésről, illetve arról, hogy az önök települése is részese ennek, és ezzel is lehet valami új, pozitív irányba terelni az emberek nézőpontját, akár a kis településekkel, akár kizárólag az önök településével kapcsolatban? Hát Sajó Németi egy zsákfalu sajnos, eléggé kívül esik a perifériára, ezért elég kevesen vannak, akik oda ellátogatnak. De most, hogyha bemutatjuk szerintem Sajó Németi természeti értékeit, mert egy csodás helyen fekszik, ott van a Várhegy is, ahová szerintem egy szép családi kirándulást is nyugodtan lehet tervezni, és hát ha az emberek kedvet kapnak arra, hogy megtekintsék falunkat, illetve hogy ott a szabadban eltöltsenek egy kellemes délutánt. És higgyék el, hogy csodálatos látványban lesz része annak, aki például fölmegy majd a Várhegyre.
A kiállítás anyagát olyan jól sikerült összeállítani, hogy még a helyieket is meg tudták lepni egy-két aprósággal. Azt én nem tudtam, és most szembesültem vele, hogy Farkas Puskás Sándornak itt van dínyeltes bora is. És én eddig ezt nem tudtam, hiába vagyok sajónémeti. A többit tudtam, hogy ki csinál szép gobleneket, úgy össze kellett szedni a képeket. Nagyon sajnálták, hogy nehogy valami baja legyen. Mert ez egy mű, mindegyik egy csodálatos képzőművészeti alkotás. És én is rácsolom, hiába, hogy láttam már ezeket külön-külön, de így egybe, így nagyon szép. És én is meglepődtem, hogy ennyire mutat és ilyen szép. Így van, színes anyagot sikerült összeállítani itt az Ómi Városi Könyvtárban. Mit gondol egyébként magáról a kezdeményezésről, hiszen ugye ez a kis faluk segítése annak érdekében, hogy minél több ember megismerhesse őket? Hát ez nagyon jó ez a kezdeményezés, mert most már, hogyha nézzük a falukat, a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azt látjuk, hogy a faluból, nem csak a sajónémeti faluja, minden faluból nagy az elvándorlás. Elmennek a fiatalok inkább a városokba, a városokból ugye meg elmennek külföldre. Nagyon sok az üres ház. Holott itt olyan értékek vannak, amit érdemes bemutatni. A megnyitón nem volt hiány színpadi produkciókból sem. Több vers is elhangzott. Nyitni kék. Készítsd el a föld reggelét, friss patakok csobogó szavát, írd át az élet dallamát. Nyitni kék, zeng nekünk dalt, a holnapét. Nyitni kék, bátorság bennünk maradt elég, változtatni kihűlt napokat, kipróbálni hasznos dolgokat. Nyitni kék, vaj, hogy csökkentjük a létütemét. Valamint tehetséges sajónémeti fiatalok szórakoztatták az érdeklődőket. A program végén a megjelentek közösen tekintették meg a kiállított értékeket. A kitekintő, avagy ablak a térségre elnevezésű rendezvénysorozat a jövőben is folytatódik, hogy még több kis településnek biztosítson lehetőséget a bemutatkozásra. Stúdiónk mai vendége Turiné Orosz Margit, az Ózdi Képzőművészeti Egyesület vezetője, aki 2014 óta áll az élén az egyesületnek. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy szerinted milyen a művészeti élet Ózdon? Hát jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. És belülről is látja ezt az ember, művészként és az egyesület vezetőjeként, mert sok emberrel és sok művészemberrel találkozunk, olyanokkal is, akik nincsenek az egyesületben. Mindig is nagy élet volt Ózdon, azért ott kezdeném. Ózdon mindig nagy művészeti élet volt, és ez a művészetnek több ágára értendő, nem csak a festészetre. Az olvasó erre egy remek hely, és hát hálát adunk a Jóistennek ezért, mert több városból érkeztek majd a vendégek, és ezzel az épülettel hát nagyon megdicsérnek minket. És itt a vezetőasszonyt is megdicsérném, a Magdikát, mert tényleg olyan művészeti élet van a házban, hogy fergeteges. A Derkovics kör volt még valamikor, már én itt évszámot nem merek mondani, mert magam korát is lehet elárulnám vele,
még talán oda is rengetegen emlékeznek, hogy jártak többféle művészek. Tehát most a gyökerét akartam megmutatni, hogy mindig is nagy művészeti élet volt, most is. És nem csak aktív művészekről van itt szó, hanem akik pártolók és szeretik a művészetet. Esetleg idejük hiány nincs aktív művészetbe belekezdeni, de én úgy gondolom, hogy, és jó is ez a városnak, mert egy hangulatteremtő és egy életmód szemléletet is ad a művészeknek. A civil tanácsnokként láttam, hogy több mint 72 olyan civil szervezet van a városban, és aktív, ezek abszolút aktívak, itt mindenki dolgozik, hogy ez kívülről ezt nem is lehet érzékelni. És ez nagyon jó, mert amint mondtam, egy jó hangulatú emberekkel vagyunk körülvéve. A képzőművészeti egyesülethez ugye amatőrök is csatlakozhatnak, illetve olyanok is, akiknek van képzettségük. Mi kell ahhoz, hogy valaki az egyesület tagja legyen? Kell-e valami, vagy van-e valami szűrő, amin át kell menni? Hát valaha, mert mi ugye képzőművészettel foglalkozunk, legfőképpen festészettel, bár van szobrász is közöttünk, a Demes Ferenc. Én azt gondolom, hogy hát ha valaha látott ecsetet, vásznat, és kedvet érzett hozzá, én úgy gondolom, hogy mindnyájan ott kezdtük. De ha van egy jó indítatása, és valami szerelmet, vagy valami elhivatást, vagy nem tudom, mit érez, vagy szeretne egyszerűen a csapathoz tartozni, akkor mindenképpen szívesen látjuk fiatalokat is, kortársakat is. És mi zajlik a háttérben? Azt ugye tudjuk, hogy nagyon sok kiállításotok van, illetve van a festőtábor is, amire majd még később szeretnék visszatérni. De milyen egy egyesület, egy képzőművészeti egyesület háttere, mármint hogy az élet úgy egyébként a mindennapokban? Hát az élet azért az kicsit mozgalmasabb, vagy mozgalmasabbnak is lehetne mondani, mert hát sajnos egy évben csak egyszer van egy igazi találkozónk, amiből próbáljuk a legtöbbet kihozni. És akkor erre majd a részletekre később visszatérünk. De szervezések, a tábor megszervezése, a szállástól kezdve a étkezésig, akkor az anyagok. Az anyagokra pályázunk, vagyis legalábbis megpróbálunk pályázni, és általában mindig sikerül a képzőművészeknek olyan anyagra pályázni, hogy gyönyörű dolgokat tudnak csinálni, mert hiszen a kiki a bevételőből családos emberek, vagy netán magányos, vagy nyugdíjas, kevésbé tudnak rá úgy áldozni, ahogy kellene, hiszen a magának, az alkotásnak megjelenésében is úgy van értelme, ha a technika is ott van, és az anyagok. Ezt milyen forrásból lehet biztosítani? Hát, amint mondtam, megpróbálunk pályázni országosan is, és a városba is, itt a város vezetőit is, a eddigit is, a mostanit is, meg kell, hogy dicsérjük, mert, és meg kell, hogy köszönjük azokat a lehetőségeket, amivel élhettünk. Képviselők, civil keret mindenképpen támogatnak bennünket, mert tudják, hogy évek óta erre költjük a pénzt, és látványban is megjelenünk. 15 éve él a köztudatban, hogy van festőtábor. Az utóbbi években, vagy hát tavaly Égerszögön volt, de hogy indult ez az egész? Hogy jutott el odáig, hogy most már végül is egy 15 éves, hogyha úgy mondhatjuk, akkor jubileumot ünnepeltetek? Igen. Hát az Égerszögé az egy komoly, nagyon komoly dolog volt, tehát én úgy szoktam azért a tábort szervezni, vagy elindítani, és aztán ez egy közös munka eredménye, hogy ki is imádkozom. Tehát már éppen úton volt a 15. tábornak a helyszíne, de még nem volt kidolgozva teljesen, és aztán kaptunk egy lehetőséget, és így jön közbe a kapcsolati tőke. A Máger Ágnes Borsod-Abaúj Zemplén megye legleg művésznője, és szólt nekem, hogy lenne egy olyan lehetőség, ő lát egy olyan pályázatot, hogy most hirdették éppen meg, hogy képzőművészeket keresnek az égerszögi táborba, és tudnátok eljönni. És mindjárt meg is töltöttük a pályázati létszámot, és elmentünk Égerszögre. Fantasztikus volt,
nem csak az, hogy minden kényelmet és minden ellátást, amire egy művésznek szüksége van, hogy csak beleáll és dolgozik, hanem a környezet. Ez egy 40 fős kis falu. Gyönyörű templommal a közepén, és épp most restaurálták is. A szálláshely az fantasztikus, és mondhatnám romantikus is volt. 2,5 kilométerre az égerszögi falutól, bent az erdő közepén egy fantasztikus szálláshely. Tehát ott a vadakkal, meg a madarakkal, bár ott csak reggel voltunk meg az éjszaka, de mégis már adott egy olyan indítatást, amikor mentünk a műhelybe, és akkor csülgaréria, műhely, mindenféle anyagba benne lehettünk. Tehát az áráskor népzenekart kaptunk, népzenészek jöttek, és a falut megvendégeltük, gyakorlatilag egy falunapot csináltunk, és képzeld el, hogy amikor, hát úgy már félig jól éreztük magunkat, zene volt, rendeltünk sütit, finom borokat, üdítőt, és akkor egyszer a falu eltűnt az udvarból. És hát hol tetszenek, mert ne tessenek még elmenni, hát még nincs vége, majd mindjárt jövünk. És képzeld el, visszajött a falu, és mindenki hozta a saját borát, a sütijét, a pogácsáját, a tolókocsis nagymamát, úgyhogy nagyon boldogok voltunk. Akkor a körülményeket már ismerjük, de mi az, amit tulajdonképpen zajlik egy festőtáborban? Hogy kell elképzelni, hogyha az ember még életében nem volt ilyen helyen, akkor, hogyha először oda megy, akkor mire számítson? Hát elsősorban van az ismerkedés. Ugye van, akit akkor látunk abban az évben először, mert pont egy éve volt, és vagy esetleg a taggyűlésen, amikor taggyűlünk. Tehát úgy néz ki a nap, hogy akkor azt megtervezzük a hetet. Már nagy vonalakba fölvázoltuk, mert azt előző taggyűléseken azért csak átvettük, de átveszük akkor most már konkrétan napi szinten, és akkor azon a nap csinálunk egy látványfestést. Ennek az a neve, hogy gyógykép, úgy hívjuk, hogy gyógykép, ezt még anno a Kelemen Marceltól vettük át, hogy gyógyképet festünk, és akkor nagy gyorsan és nagy vonalakba és gyönyörű színekkel az adott helyen, ahol vagyunk, azt megbeszéljük, hogy hova, és akkor kivonulunk mindenki, és akkor ott már úgy kezdünk ráhangolódni, és festünk egy gyógyképet. És annak mindenki örül, és ott nem törődünk azzal, mint ahogy a lányom szokta mondani, meg az unokáim, hogy mama, ha mész a táborba, csak arra vigyázz, hogy a vonalból ki ne menjél, hát ezzel aztán engem mindig ebben szórakoztatnak. Tehát ott nem érdekes, ha kimegyünk a vonalból, de ez egy jó szórakozás, egy jó ráhangolódás. És hogyha ez a ráhangolódás megvan, akkor hogy áll neki az ember festeni egy képet? Van-e valami elképzelése fejében, hogy mit akar festeni, vagy megmondják, hogy mit kell festeni, vagy ott spontán kialakul valami? Hát, ha most engem kérdezel, akkor én a következőképpen szoktam hozzáfogni, mondjuk felteszem a festőállványra a palettát, a vásznat. Hát azelőtt még szegényebbek voltunk, vagy mikor, hogy sikerül, akkor faroslemezt. Évekig faroslemezre dolgoztunk, lealapoztuk magunknak, és faroslemezet. Tehát faroslemez, vagy sikerül vásznat szerezni, akkor vászont föltesszük. Na most ekkor ijesz meg a legjobb, amikor állsz a fehér vászon előtt, hogy most mi legyen. Benne van a fejébe az embernek, vagy az ember lányának, mondjuk vegyük a gyárat, mert 10 évig festettünk a gyárba. Vegyük a gyárat, a gyár közepén állunk, és ott vagyunk 15-16-an festővászon előtted, a fehér vászon. Tudod, hogy mit akarsz, mert nem úgy mentél oda, hogy nem tudod. Meg is tervezhetted a dolgot. Fölvázolom, akkor beszéljünk egyes számba, fölvázolom, elindulok vele, a színeket felnyomom a palettára, és elkezdek, és egy kicsit mindjárt még az ugye már a második nap, mert túl vagyunk a gyógyképen, ez a második nap legyen, és egy kicsit görcsösen, egy kicsit, főleg ha évközben nem sokat gyakorol az ember. Kicsit görcsösen, kicsit is nézed az alkotni való tárgyat, vagy éppen most mondjuk beszéljünk a jazzparádé helyéről, azt is reklámozzuk, és mondjuk az a gyár már az a torzó gyakorlatilag, de mi azt is szépnek látjuk. Nem látjuk rozsdásnak, nem látjuk porosnak, és akkor elkezded. Na de most ott minden mértani elem. Tehát ott nem nagyon lehet absztrahálni, de végül is lehet, csak hát nem nagyon. És akkor belekezd az ember, megvannak a fő vonalak, elindul, érzi már a festék illatát, csúszik az ecset, vagy a festőkés, és egyszer csak azt érzem, hogy visz befelé a kép.
Tehát már nem észszerűen azt, ahogy elindultam, hanem már elengedem ezeket a hétköznapi görcsöket, amiket visz az ember magával, feladatokat, minden, nem kell azon gondolkozni, hogy elzártam-e a gázt vagy a vasolót, hanem elvarázsolt, és mész befelé a képbe, és már vezeti a kezedet, vezeti a gondolataidat, már úgy nyúlsz a színekhez, hogy talán már nem is nézed a palettát, és csak viszed, teszed, veszed, és egyszer csak hátulról szól valamelyik művésznő, vagy művész úr, hogy te figyelj már, hát ott már most milyen szépen alakul, hogy ott mi történik. És akkor így egymást még körül is szoktuk állni, mert van ez a bizonyos flow élmény, amivel ha sikerül a művésznek, a művésznőnek megismerkedni, akkor ez bizony tényleg egy remek művet csinál. És körülbelül mennyi időt vesz igénybe egy kép elkészítése? Gondolom ez a technikától is függ, attól is, hogy mekkora, vagy hogy milyen részletességgel ábrázolunk valamit. Hát ez megint egy nagyon jó kérdés, és nagyon, hát ezt nem lehet szakmának mondani, ez egy nagyon művészi kérdés, hogy mennyi idő alatt készül-e. Attól függ, hogy valóban, hogy mit szeretne. Tehát egy nagy alkotásba kezd bele, és akkor már pontosan tudja, hogy mit akar, azért ott azt meg kell tervezni. Tehát például egy fát is, ha festünk egy nagy fát, vagy egy kis fát, az nem úgy van, hogy az úgy véletlenül úgy oda került. Annak vannak olyan szakmai szabályai, arányok, hogy ha az nincs oda téve, akkor tényleg az csak egy fa. De ha az frankon, bocsánat, nem egy igazán szakmai kifejezés, de ha az akár mértanilag, vagy akár szakmailag megvan tervezve az elején, ott már egy kicsit ki lehet menni a képből, de hát az megint attól függ, hogy én mondjuk most, ha fáról van szó, egy fát 3 napig festettem. De mondjuk a legelején, az első 3 napban festettem egy sínt a gyárba, az odaálltam a sínpár elé, mert hogyha szabad megengedni egy kis szubjektív élményt, az történt, hogy azt a feladatot kaptuk a táborvezetőtől, művészeti vezetőtől, hogy vége a gyárnak. És akkor ez, hát ugye 15 évvel ezelőtti történetről beszélek, vége a gyárnak, és ezt tessenek valamilyen módon ábrázolni. És én tudtam azt, hogy a gyárban az anyagmozgatásra volt 60 km vasút, azért ezt gondold el. És azon mozgatták az anyagot. És azt is tudjuk, hogy a gyárból mennyi rengeteg vas kikerült valamilyen formába. És arra gondoltam, hogy ha ez az anyagmozgatáshoz nincs meg a vasút a területen, a gyár területén, akkor annak tényleg vége. És azt úgy képzeltem el, hogy azt úgy tépték ki a földből, és akkor úgy elvágták, tehát még marad egy csonk benne a földben, mert már többet nem tudtak kivenni, és aztán itt vége a gyárnak. És ezt próbáltam. Ezt gondoltam én. Hát igen, nem, de hát nem abszolút amatőr, én konkrétan amatőr festő vagyok, és hát oda, és képzeld el, hogy a festő állványa kerestem a gyárba, hogy hol van nem még egy darab vasút, és megtaláltam. Majdnem elsírtam magam, mert pont úgy láttam meg, ahogy elképzeltem a fejembe. Úgyhogy letettem a festőállványt rá a vásznat, és álltam előtte. És már 2-3 óra hosszája állok előtte. És akkor odajön a művészeti vezető, és azt mondja, Mizó, hát már többiek ebédelnek, hát én nem látok semmit. Hát már mondom, még nem tudom, hogy most ez így hogy fog ide fölkerülni. Hát úgyhogy tessék megrajzolni, és akkor lehet festeni, mert már ebéden túl vannak a többiek. Akkor visszajött délután 3 órakor a Marcel, és azt mondja, mi van? Hát mondom, Marcel, én még nem tudom, hogy eléggé tépődik ez ki ez a vasút a földből, és azt mondta, igen, már nagyon, mert mindjárt megyünk be. És képzeld el, az utolsó másfél-két órába felkerült az a vasút a vászonra, amit ott láttam. És hát ez volt az első flow élményem. Tehát annyira beszívtam magamba, annyira az elmémbe volt, hogy a végén már csak a kezemet irányította. Jó, nem nagy szám a dolog, de nekem igen. Végezetül még egy kérdést engedj meg. Ugye téged nem csak a festészetről ismernek Ózdon, hanem a divatról is. Mi volt előbb, a divat vagy a festészet? A művészetnek tulajdonképpen mind a kettő egy-egy ága. Hát igen, nagyon aranyos vagy, hogy ezt is megemlítetted. Hát ki tudja, nyilván a divat volt előbb, de ki tudja, hogy ez az élmény, ez, vagy ez a
ez a hobbi, ez hogy kerülhetett, hogy ültethette be Lajos Dán az embernek a szívébe. De hát nyilván a divatnál nem én tervezem a dolgokat, és azért szükséges ahhoz némi olyan művészeti érzelem, vagy érték, amivel jól sikerül meglátni, hogy mi a szép, és mit hozzak ebbe a városba. Ezt nagyon fontos dolognak tartom, ezt nem is lehetne másképpen csinálni, csak ha ismered a városbéli embereket. És így ezáltal, hogy mindig is üzletbe dolgoztam, így nagyon jól megismertem a városbéli embereket. Ki kell választani a célcsoportot, és akkor, most gondold el, hogy úgy kell elhozni valakinek a esküvői ruháját, hogy nem ismered még. De már én kiválasztom valahol, és elhozom neki, de még nem tudjuk. És egyszer csak valahol az éterbe összejön, hogy ő most idejön, és rátalál arra a ruhára, amit én elhoztam neki. Ami pedig a művészetet illeti, hát legelőször én még az általános iskolába, és akkor mégiscsak megelőzte a divatot. Általános iskolában, amikor a rajztanár, egy fantasztikus rajztanárunk volt, és beszélt arról, hogy én falusi lányként, Tokajhegyaljai Mádi lány vagyok, falusi lányként én nem, hát otthon megmondom őszintén, nem volt szó a festészetről. Meg édesanyám még kapálás közben nem Van Goghról beszéltek, meg Munkácsiról. De a iskolában annyira érdekelt a dolog, és ott megtudtam, hogy vászonra festenek. És ugye nekünk volt otthon lepedő vászon, ezt csak azt gondoltam, hogy az. És akkor kihúztam a mosott ruhák közül a vásznát, kirepesztettem belőle, még sose felejtem el késsel, egy hokedlira való vásznat, és ezt a rajszöggel a négy sarkát leszúrtam, és hogy a tanár úr mondta, hogy hát ecsettel vászonra festenek, akkor mi még vízfestékkel festettünk általános iskolába, és azt jó, kikevertem ilyen krémesre, és arra festettem. Aztán lelkismert fordulásom volt, hogy ezt a anyu meg tudja, akkor nagyon szomorú lesz, úgyhogy lelkismeret fordulás révén eldugtam, és el is rejtettem magamba mélyen, tehát most lehet, hogy ez egy kicsit banálisnak tűnik, de hát így történt az első festészettel való találkozásom. Hát köszönöm, hogy megosztottad velem és a tévénézőkkel is ezt a történetet, és sok sikert kívánok neked mind a munkában, mind a művészetben, és a festőtáborokban is, szervezésben, megvalósításban, mindenben. Köszönöm, hogy bejöttél ma. Hát nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. Nézzük, milyen programok várnak ránk a következő egy hétben. Szezonnyitó a Gyártörténeti Emlékparkban a Skanzenben április 4-én csütörtökön délelőtt 10 órától. A programok között szerepel játékos sportvetélkedő, métázás, valamint papírsárkány készítés és eregetés is, de lesz régész homokozó és gyerekhenger is. A rendezvény délután 4:30-kor a Highland Bastards fellépésével zárul. Tavaszi játszóház április 5-én délután 4 órától az Olvasóban. A rendezvényen különféle kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket, illetve lesz babasarok is. Ismét nosztalgia a moziban. Április 6-án délután 2 órakor az Egy bolond század csinált című 1942-es magyar alkotást vegyítik a Nemzeti Filmtörténeti Emlékparkban. Zorán lép fel zenekarával április 9-én az Olvasóban. Az este 7 órakor kezdődő koncerten hallhatóak lesznek majd legismertebb dalai is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, ennyi fért a mai Kaleidoszkópba. Észrevételeiket továbbra is várjuk a műsorral kapcsolatban. Ha lemaradtak volna, ezt és minden más magazinunkat is visszanézhetik televíziónk honlapján a www.uvtv.eu-n. További szép estét kívánok, viszontlátásra!